A fájdalom nem akart múlni. Úgy éreztem, ennél rosszabb már nem lehet. Gabbynek egy totyogó és egy újszülött gyereke volt, amikor fájni kezdtek a lábai. Folyamatos, lüktető, égető gyulladások voltak a lábszáramon. Meg akartam szabadulni a fájdalomtól. Ugyanúgy akartam gondoskodni a második lányomról, mint az elsőről. Hónapokon át próbált helytállni a fájós lábával. Egy nap aztán Istenhez kiáltott. Ráborultam az ágyra, és azt mondtam Istennek, nem bírom tovább, szükségem van a gyógyításra. Annyira fájnak a lábaim, hogy nem tudok a lányaimról gondoskodni. Egy nap, amikor a lányai aludtak, Gabby úgy érezte, meg kell nézni a 700-as klubot. Terry azt mondta, valakinek furcsa problémája van a láb fejével, a csontok kezdenek eltávolodni egymástól valami miatt, de Isten meggyógyítja önt ebből az állapotból. Emlékszem, azonnal azt mondtam, ez én vagyok, ez nekem szólt. A tudomány beszédével Isten nem csak a gyógyulást ígérte meg, hanem azt is megmondta, mi a probléma a lábammal. Két nappal később egy gyógytornász megerősítette a diagnózist, miszerint Gabby lábfejének boltíve szétesett. Egy orvos talpbetétet írt fel neki, és közölte, hogy ezeket élete végéig viselnie kell. Azonban ezek is csak részben enyhítették a fájdalmat. Még mindig nagy fájdalmaim voltak. Visszamentem az ortopéd orvoshoz, és megkérdeztem, hogy miért nem szüntette meg még a problémám. Pedig azt reméltem, hogy minden fájdalmam elmúlik, ha használom. Bár a betét elviselhetőbbé tette a fájdalmat, két év után már nem volt jó az illeszkedésük, és Gabby nem tudta tovább használni őket. Az orvosa rendelt egy új párt, amire 6 hetet kellett várni. Bepánikoltam. 6 percig sem bírom ki, hogy ezek nélkül járjak, a 6 hétről nem is beszélve. A fájdalom azonban nem tért vissza. Eltelt 1 nap, majd 2 nap, és 3, és észrevettem, hogy a lábaim egyre jobban vannak. A szívemben tartottam Isten ígéretét, és arra gondoltam, hogy biztosan most jött el az idő, hogy meggyógyuljak. 6 héttel később Gabby visszament az orvoshoz. Mire az ortopéd betétek megjöttek, már nem is tudtam viselni őket. Nem is voltak jók rám. Gabby lába szépen javult, míg végül elmondhatta, hogy teljesen eltűnt a fájdalom. Ez már 6 évvel ezelőtt volt, és azóta sem hordtam ortopéd betétet, nem is volt rá szükségem. Isten hűséges, ma is gyógyít. Atyánk akar lenni. Meghallgatja az imáinkat, és ha keressük őt a szükségeinkben, akkor ő gondoskodik rólunk.